Az időjárásra tényleg nem lehetett panasz egyik csapatnak sem, hiszen csodálatos napsütés és kellemes meleg fogadta a két együttest a Tahitótfalui futballpályán, hát Tahitótfalu és Göd között 3 pont volt a különbség a mérkőzés előtt. Gödnek 9 egység szerepelt a neve mellett, mint Tahitótfalunak 6, amennyiben tehát a hazai csapat győz, úgy pontszámban beéri a most vendég Gödöt. Piros-fekete szerelésben egyébként a gödi futballisták, még sárgában a hazai Tahitótfalu. Hát nézzük, mi sül ki ebből a csatából. Középmezőny alján helyezkedik el a két együttes. Nagy helyzet, és 1-0-ra vezet Tahitótfalu. Hát túl sokat nem kellett várni. Az első gólra a 4. percben meg is született ez. Stefán Bence talált a hálóba. Ha egy üzlet beindul, maradnak. Marad a labda a hazaiaknál. Kiváló indítás. Jó a lövés is. Kapufán csattan a labda, és ott a kipattanó, de ebből már nem lesz így veszély. Na most szabadult föl végérvényesen a vendége kapuja, és ott volt a bűnös. Orbán Ámos volt egyébként, aki a kapufát eltalálta. Itt pedig már egy újabb lehetőség. Na ezt hogy sikerült kihagyni? Szintén a kapufát zörgették meg a hazaiak. Nyúzó István volt az, aki ezúttal eltalálta a kapufát, de ott van még a labda. Na most megvan. Jeszenszky Zsolt kapusnak. Hát óriási lehetőség volt ismét Tahitótfalu előtt. Íme Nyúzó. Hát ezt hogy tudta kihagyni? Véletlenül ő maga sem tudja. Bár ott a talaj nem feltétlenül ideális. Nézzük, tud-e javítani Nyúzó? Hát bizony tud. 2-0. 14. perc. Javítja hibáját Nyúzó István. Erőszakosan megszerezte a labdát, és aztán a kapuba vágta azt. 2-0 tehát Tahitótfalunak. Szíj Krisztián szerzett labdát, és teker középre. Nagyot fogott Jeszenszky, hiába. 3-0. Nyúzó István kétszeresen javította hibáját. 3 perccel később, tehát a 17. percben megszerzi második gólját a találkozón. Továbbra is az első játékrész. Stefán Bence a labdával. Hát, ezt ellőtte rendesen. Majd, hogy nem bedobás lett belőle. Szokták mondani, hogy jó lövés, bedobás. Hát igen, ez most kísértetiesen hasonló volt. Na nézzünk egy vendégpróbálkozást. Németh Simon leért a jobb alsóba. Ez bizony jó kísérlet volt. A hazai a kapusa azonban által sarat ennél a lövésnél. Nyúzó a próbálkozással, Jeszenszky megfogja. Hát minden azért Nyúzónak sem jön össze. Egyelőre. Természetesen Tahitótfalui helyzet, Nyúzó megpattanó lövés. Nagyon aktív egyelőre Tahitótfalu 11-ese. 2 gólt szerzett az első játékrész. Első játékrészben. Stefánnak ki a bal oldalra. Ugyan nagyon üresen maradt Stefán. Hát ezúttal jó helyre ment volna a labdája. Jeszenszkyben viszont elakadt lábbal. Hatástalanított a gödi kapus. Második félidő. Ennyi történt tehát 45 perc alatt. De a helyzet változatlan. Tahitótfalu rohamoz. A végállomás ezúttal is a gödiek kapusa. Egy büntető, hiszen a játékvezető szabálytalanságot látott ennél a jelenetnél. Nyúzó István állt a labda mögé. Az 52. percben pedig megszerezte csapata 4., saját maga 3. gólját a meccsen. Hát véletlenül nem bánkodtak a Tahitótfalui labdarúgók, hogy Lovas Károly befújta ezt a 11-est. Ő annak látta. Akkor bizony az volt. Nagyszerű lövés! Elment azonban keresztbe a kapu előtt. Vince Károly próbálkozása. Kis szöglet. Lehet belőle még nagy gól. Hát olyan nagy nem lesz, hiszen ismételten büntető. Lovas Károly rövid időn belül a második 11-esét ítéli meg. És ez is bent van. A találat szerzője pedig Nyúzó István. 57. percben jár a mérkőzés. Tehát 5 perc telt el a két büntető között. Óriási lehetőség Vince előtt. Ajjaj, a lehető legrosszabb megoldást választotta. De hát ez ekkora előnynél talán belefér. Már nyilván nem árt, hogyha minél több gólt szerez Tahitótfalu. Itt viszont nem, hogy szerez, majdnem kapott egyet. Józsa Zoltán. Mekkorát védett. Katona Ferenc volt az, aki
kísérletezett. Itt viszont már Szí Krisztián a szabadrúgással, bődületesen nagy gól. Ez igen. Ez rendesen elsült Szí lába. Ez már a 66. perc. 6-0 Tahitótfalunak. Pokoli nagy gól volt. Az is egy jó próbálkozás. Jeszenszky megfogja ezt most. Azért van pár bravúrja a Gödie kapusának. Aztán fordulunk, nézzünk egy újabb Gödi lehetőséget. Ez a becsúszás. Farkas Krisztófer maradt egyedül a bal oldalon. Stefán azért megpróbált kizárni rá. Józsa! Na most ki tudta használni nagy termetét, illetve nagy magasságát. Remekül ért oda a bal felsőbe. Szí Krisztián harcolt meg a labdáért. Jól tálal a középre Szí. A hálóban a 7. Tahitótfalui gól. Zakara Vilmos a szerzője. Szí Krisztián a gólja mellét átadott. Nagyszerű gólpaszt is. A második játékrész vége felé. Egy Tahitótfalui helyzet és egy Gödi. Jelenleg így zajlik a mérkőzés. Tehát ami Tahitótfalui helyzet, az legtöbb esetben gól. Gödiek viszont még nem tudtak a kapuba találni. Hát ezt követően sem Katona Ferenc maradt le a labdáról. Szí munkában újra. Gyönyörű átadás. Klasszis megoldás volt. Ott a lehetőség, Jeszenszky lábbal. Bódis Dániel volt nagy helyzetben. Kimaradt azonban. Hát aggódnia így sem kell Tahitótfalunak, hiszen 7 gól az előnye a csapatnak. Megvan a labda. Lehet indulni. Nyúzó István kapta nagyon üresen a jobb oldalon. Ott a 8. Így kell ezt csinálni. Nyúzó az 5. gólját szerezte a találkozón. 10 perc van vissza. Lehet ez még több is. Ezúttal azonban úgy néz ki, hogy gólpaszt ad Nyúzó. Ott is van a gól. Szí László. A 83. percben 9-0-ra növeli csapata előnyét. Nyúzó István is remekül futballozott. 5 gól mellé gólpaszt is adott. Szí Krisztián pedig szintén gólt szerzett. Gólpasszokkal is ellátta társait. Józsa munkában, de ezt különösebb gondot nem jelentett a Tahitótfalu hálóőrének. A végeredmény pedig 9-0 lett, hiszen az utolsó helyzetből már nem született gól. Tahitótfalunak végre tehát kijött a lépés, és gálázott hazai közönsége előtt. 9-0-ra legyőzte a harmadgyenge Gödi csapatát, és pontszámban beérte a tabellán. Most már mindkét együttes 9 ponttal áll.